Szevasztok! Mint a borítóképből már észrevettétek, ma is egy lámpát fogunk, pontosabban kettőt fogunk tesztelni. Az egyik, ami a fejemen van, a Petzl-nek az IQ lámpája, az ilyen kis nagyon pici, illetve az egyik nagy ágyúja, amit tadám, a Now RL. Az első benyomásom, amikor megkaptam a csomagot és kibontottam, elővettem, és mondom, úristen, mi ez a gyönyörűség? Brutális, mint valami katonai cucc, valami szkenner, lézer, letapogatós, kütyű, műtyű. Nem tudtam hova tenni antennákkal a tetején. Persze ezek csak gumi pókok. Na mindegy. Szóval ez nekem nagyon-nagyon megtetszett már az első pillanatra. Azt tudnotok kell, hogy én ezért semmiféle pénzt, vagy szponzorációt, semmit nem kapok, csak annyit, hogy megkaphattam és kipróbálhattam ezeket a lámpákat, amit nagyon-nagyon köszönök. Na, szóval tehát ennek az a lényege, hogyha valami nem jó, valami szar, azt nyugodtan megmondhatom, hiszen semmi nem kötelez, hogy csak a jót szabad a lámpákról mondani. De hál' Istennek, ez a lámpa szerintem maga a tökély. Meg is mutattam, hogy hogy áll a fejemben. Leveszük ezt a kicsikét, ami ez is nagyon jó, majd erről is fogok dumálni. Na nézzétek ezt. Fölveszem. Így. Jó. Mindenféle gumi, bigyó beigazítok rajta, jó? És akkor nézzétek meg. Így áll. Mint Katiban az a bizonyos gyerek. Jó. Itt a hátulján van egy ilyen kis fülecske. Ebből tudjátok rögzíteni, illetve ebből tudjuk meghúzni a fejünkre magát a lámpát. Tehát felrakod, meghúzod, lenyomod, fixálod. Szuper. Kicsit féltem, hogy ugye a hátulján van az akkumulátor, hogy majd furcsa lesz benne futni. De mivel nagyon közel, pontosabban fölfekszik a tarkodra, vagy a fejednek a hátsó részére, ezért észre se veszed, hogy a fejeden van, elől pedig egy kicsi kis LED panel, ugye a diódákkal, ami van. Nem mozog, nem recseg, nem nyikorog, nem lóbálja magát, teljesen kényelmes a viselete. És ugye mivel nem elő van az akkumulátor, ezért nincs ez, amikor ugye hullemzik a fejed, akkor nekem például volt ilyen gagyi lámpám, amivel az volt, hogy ugye futásnál baromira idegesítő volt, hogy az egész fejedet ugye elvitte ilyen bólogatos galamb mozgásba. Amit szeretnék nektek mutatni, és más lámpánál nem nagyon láttam még, az az, hogy a lámpának az akkumulátora, az nem csak egy sima akkumulátor, hanem egy akubank. Megnézitek, itt van rajta egy USB-C csatlakozó, ezen keresztül tudjátok tölteni, illetve, hogyha van olyan kábeled, ami USB-C az egyik vége, a másik vége meg akármi, akkor például tudod tölteni az órádat is vele. Jó, a bekapcsoló gomb, ott ha egyszer megnyomjátok, akkor megmutatja az akkumulátor töltöttségét, illetve maga a lámpa tud saját magába, ugye, ez nem csak egy akkumulátor, nem csak egy akubank, hanem egy lámpa is. Ha egyszer megnyomod, akkor azt mondja, mondom, megnyomom, akkor simán pirosan világít, megnyomod még egyszer, akkor pedig stroboszkóp üzemmódba kapcsol, megnyomod még egyszer, akkor pedig kikapcsolja magát. Visszacsatlakoztatva a lámpatestbe. Hogy? Már is használatba tudjuk venni. Amit fontos tudni, hogy nézzétek meg, hogy bekapcsolod a lámpát, mondjuk a hátsót. Na, bekapcsolod. Jó, tehát bekapcsoltam a lámpát villogóba. Na, pont most jön egy motorcsónak. Na, mindegy. Jó, bekapcsoljuk az első lámpát, és hogyha kikapcsoltuk az első lámpát, akkor automatikusan ki fogja kapcsolni a hátsó lámpát. Maga a lámpa maximum 1500 lumen tud. Ez rettentően sok. Ebben az állásban azt hiszem csak 2 órát tud az akkumulátora, tehát ez célszerű nem olyan sűrűn használni, hogyha nagyon sokáig kint vagy az erdőbe. Szerintem ez a lámpa kifejezetten az olyan ultrás csávóknak való, mondjuk, mint a Györgyi Gábor, Csipi, Bódi Pisti, meg az ilyen menő arcok, akik állandóan kint rohadnak az erdőbe. Az éj sötét leple alatt nekik biztosan jól fog jönni egy könnyű, nagy fényerejű lámpa. Nézzük őket. Első állás. Jó, tehát látjátok, hogy ahogy bekapcsoltam a lámpát, a hátsó
lámparész is bekapcsolt. Jó, következő állás. Még egy nagyobb. Erről is majd lesz esti fény. Esti fény? Szóval sötétben is lesz teszt. Jó. Bekapcsoltuk, hosszan nyomjuk. És nézzétek, brutál, brutális a fénye. Két lámpát azért hoztam egy videóba, mert mind a kettő ilyen nem az a tipikus, hagyományos gumiszalagra fölrögzített lámpa, hanem mind a kettő ilyen kis, teljesen újszerű technológiát alkalmazva, kis drótokon, gumipókon, ilyen kis csatlakozó akármikken, szóval értitek, szóval olyan teljesen eltérő, mint a sima, hagyományos fejlámpák. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez a két lámpa milyen jól mutatna egy videóban. Jó, nézzük itt a másik kis lámpácska. Ez a Ico. Ez egy nagyon kis, egyszerű kis lámpa. Iszonyat könnyű, észre sem veszed, hogy a fejeden van. Nézd meg. Gondolom, ami csajon jobban mutatna, mint rajtam. Érjetek be velem, ez van. Jó, szóval na, ez nagyon kis picike. Ennek nincs is olyan nagy fényereje. Ami most nem is biztos, hogy elő fog jönni. Ó, de! Jó. Jó kis fejlámpácskánk. A hátsó része, ő is hátul, vagy ő is a fenekén hordja az akkumulátorát. Ez a kis dobozba van elrejtve. Ennek a lámpának az a nagy előnye, hogy nem csak a saját akkumulátorával tudjátok használni, hanem három más ceruza elemmel, vagy fotóelem, vagy nem is tudom annak mi a pontos megnevezése. A akkumulátor tároló dobozka fényvisszaverővel van ellátva, tehát, hogy éjszaka valaki rád világít, akkor fogja látni, hogy ott vagy. Jó? Ennek is olyan a rendszere, mint az előző lámpának, hogy ilyen kis összetekerhető, összecsavarható, gumipókos atya úristenség. Jó? Fölveszed a fejedre, beigazítod, meghúzod a gumit, úgy, és már is fogja. Ezt észre se venni, hogy a fejeden van a lámpa. Nagyon könnyű. Tényleg, mint egy baseball sapka, olyan súlya van. De még lehet, hogy annyi se. Ami nekem nem tetszik benne, vagyis nem az, hogy nem tetszik, hanem szerintem nem a legjobb megoldás, de nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne másképp megoldani, az az, hogy az akkumulátora az ebbe a kis gumi akármi mögötti kis fészekbe van benne, amit mondjuk télen, ha el van fagyva a kezed, akkor baromi nehéz lepattintanod. Jó, ott van benne a kis pecű aksi, ki tudod pattintani. Egy ilyen kis aranyos kis akkumulátorocska. Jó. USB töltése van, nem C-s, hanem az egyen régebbi, az talán B, vagy nano. Egy darab piros LED mutatja azt, hogy veszi magában a feszültséget. Ha föltöltött, átvált zöldre, rakhatod be a lámpába és világíthatsz. Ha netalánten kifogynál akkumulátorból, vagy nincs nálad, akkor bele tudod tenni a három darab ás elemet. A csomag itt is tartalmazza ezt a kis bugyit. Ez nagyon jó pofa kis dolog. Ebben érkezik a lámpa. Fogod, belecsomagolod, el tudod rakni, és ha be van kapcsolva, akkor mint egy kis éjjeli lámpa tud világítani. Ilyen kis jelzőfény gyanánt, például sátorban teljesen jó és megbízható fényforrás lehet. Nem fogja kisütni a szemgolyódat. Szerintem egy kicsit nagyobb zsák nem ártana, elég nehéz ebbe beletenni. Ez csak az én véleményem. Felismeri, hogy elemmel vagy akkumulátorral használod. Ha elemmel használod, akkor 350 lumen tud maximális fényerőgyanánt. Ha akkumulátoron, akkor pedig 500 lument. Jó, ilyen kis homogony fénye van, mondom, mindjárt bekapcsoljuk. Na, most nem akarja az igazat. Nem, ugye ennek azt vettem észre, hogy valami kis nyűgje van. Hopp, na ott van. Jó. Egy. 2 és 3 fokozat. Jó, és mikor kikapcsolod a lámpát, akkor egy nagyon pici zöld, illetve piros ledecske mutatja, hogy mi a pálya, a Himalája az akkumulátorba. Nézzük a NAO RL-t. Első állás, standard üzemmód. 10 lumen, 10 méter. Na, közben itt valaki éppen nevezget. Tehát 10 lumen, 10 méter,
és 80 óra, második állás. Ez már azért szombosabb. 250 lumen, 70 méter, 5 óra. Azért elég komolyan világít. Harmadik állás, 900 lumen, 140 méter, és 2 óra üzemidő. Ott lehet látni, hogy bekapcsolt a hátsó lámpa. Kikapcsoljuk, kikapcsol. Reaktív üzemmód első állás, 250 lumen, 70 méter, 10 óra. Második állás, 550 lumen, 100 méter, 50, vagy 5 óra. És a legkomolyabb, 1500 lumen, 1500 lumen. A háttérbe kicsit zajonganak a fiúk. 1500 lumen, 200 méter és 2 óra, amit tud az akkumulátor. Nézzük az ICO-t, hát ő a legkisebb a csapatban. Tehát első állásban épp hogy megvilágítja a fákat. 6 lumen, 10 méter, 100 óra. Második állás, 100 lumen. Negyvenöt méter, 9 óra. És a harmadik állás, pedig 500 lumen, 100 méter, és 2,5 órát tud az akkumulátor ebben az állásban. Szuper kis lámpa, én ezt nagyon adom. Hozzá kell tennem, hogy a másik az Atom, de közel 70 ezer forint. Amit nem tudok, hogy miért. Gondolom a fejlesztések, van benne, azt mondja, figyelj, megszámolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab LED. Legyen 1500 darabja. Az 15. Egy ilyen aksi. Hát... Jó, ebben ne is menjünk bele. De 70 ezer forint. Ha van rá pénzed, vedd meg, mert rohadt jó lámpa. Ha nincs, akkor kérj egyet kölcsön. És élvezkedj vele addig, ameddig nem kell visszaadni. Ja. Ennyi. Köszi szépen, hogy megnézted a videót, dobj egy lájkot, iratkozz föl. Minden adatot le fogok írni a videó biójába. Nézd meg az előző videóimat is, iratkozz föl. Szevasztok!